Felújítják a Dóri házat, önkéntesek és a Szemenfénye Alapítvány saját költségén tatarasz. Történeti kiállítás nyílt a zsinagógában. Hoppál Péter kultusz államtitkár is tiszteletét tette. Tini és serdülő kosarasok a pályán. Varga Ferencre emlékeznek a PDSK-sok. Köszöntöm nézőinket, önök a Pécs TV híradóját látják szeptember 19-én, pénteken. Tartsanak velünk! Felújítják a Dóri házat. A Szemenfénye Alapítvány által működtetett intézményt önkéntes segítők és az alapítvány saját bevételéből szépíti meg. A szervezet személyi bővítést is tervez, új munkatársakat alkalmaznak a jövőben. A Dóri ház teljes belső festést kap, csempézik az ápolási ágyak környékét. Minden szobát újra festenek, a gyerekeknek való mesefigurákat is újra tervezik. Grafikusok készítik majd el az új ábrákat. Azért van rá szükség, hiszen a ház használata miatt koszolódnak a falak, és gyakorlatilag egy éves tisztasági festés, ami ilyenkor szükséges. Most csak a Balázs van nálunk, akit erre az egy hétre hazaviszünk, és otthoni hospice ápolással ápoljuk addig, és ebben az egy hétben akkor fölújítjuk a teljes házat. Ennek költségeit az alapítvány részben átvállalta, illetve önkéntesek dolgoznak majd a ház felújításán, mint a festő vagy a burkoló. A festékadományt és a szükséges anyagokat, eszközöket különböző cégek ajánlották fel az alapítvány kérésére. A szervezet létszámbővítést is tervez a munkatársak körében. Plusz emberek fölvételét jelenti, kibővítjük a csapatokat, a családtámogató csoportunkat fölépítjük terapeutákkal, ami még hiányzik, zeneterapeuta, játékterapeuta, illetve hát a forrásteremtési csapatot fogjuk kiépíteni teljesen, hogy ugye az alapítványnak az anyagi helyzetét biztosítani tudjuk a továbbiakban is. Informatikai hálózati bővítést is terveznek, hogy a kornak megfelelő internetes rendszerrel lássák el a házat, melyet a gyerekek és a szüleik rendelkezésére bocsátanak majd. A fejlett országokban, így az Európai Unióban is gazdasági, politikai, szociális és oktatási szintű kérdéssé vált az idősödő társadalom problematikája. Hiánypótló jelleggel jött létre Pécsett az Aktív Időskorért Senior Akadémia. A szakmai hátteret és a helyszínt a PTE adja. Az előadók az egyetem és az ország neves szakemberei. Hosszabb távú cél az önkéntes munka lehetőségeinek megalapozása. Az idősek rengeteg energiát és tudást áldoznának a településért és a közösségért, mely hasznosítható lenne a város közművelődési intézmény hálózatában, a szociális ellátórendszerben, az idegenforgalomban és még számos területen. Az akadémiát szeptember 24-én 15 órakor Bódis József, a PTE rektora és Páva Zsolt polgármester nyitja meg. Az első előadást Bajusz Klára tartja, Tanulni időskorban címmel. A helyszín a Pécsi Tudományegyetem felnőttképzési karának nagy terme. Az előadások ingyenesek. Vendégünk Bajusz Klára, egyetemi docens, a felnőttképzési karról. Jó napot kívánok! Senior Akadémia a kar szervezésében, állítólag ön ennek a kezdeményezésnek a szíve, lelke, motorja. Hát nem véletlen, hogy önt hívtuk be a stúdióba. Mi ez a kezdeményezés? Mi ez a Senior Akadémia? Idősek számára szóló tanulási lehetőség. Azért gondoltuk, hogy Pécs városában is létre kéne hoznunk valami hasonlót, mert nekem van szerencsém az ország több területén idős akadémiákon, idős oktatási programokon tanítani, és nagyon egyértelműen látszik, hogy mekkora igény van erre az idősek körében, és Pécs annak ellenére, hogy lakóinak közel egyharmada idős vagy idősödő korú, tehát 60 év körüli vagy a fölötti, nincsen, eddig nem volt szervezetten az idősek számára létrehozott oktatási program. És a PTE felnőttképzési kara fölvállalta azt, hogy létrehoz egy úgynevezett Pécsi Senior Akadémiát, amely remélhetőleg több éven, tehát szemeszterekben, fél években gondolkodunk, de több éven keresztül lehetőséget ad arra, hogy előadásokat hirdessünk meg idősek számára, olyan témakörökben, amelyek számukra érdekesek, tudomány, gazdaság, pszichológia, szociológia, helytörténet, minden egyéb, és szeretnénk ezeket az ingyenes előadásokat, amelyek bárki számára látogathatóak, kiegészíteni később esetleg tanfolyamokkal, illetve nem utolsó szempontból szeretnénk az önkéntesség csatornáit megnyitni. Tehát azokat az energiákat felszabadítani, amelyek az idősödő generációkban, a városban is ott vannak, és egyelőre nem találnak kitörési utat.
Gondolom azért felvételezni nem kell. Nem, ez nagyon fontos, hogy hozzá is teszem, ezért mondtam el az előbb is, hogy mindenki számára ingyenesen látogatható, semmilyen fajta előzetes tudás vagy előzetes iskolai végzettség nem kell. Regisztrálni azért kell? Regisztrációt kértünk 20-áig, de aki ezt nem teszi meg, azt is természetesen örömmel látjuk. A kar honlapján, Facebookos oldalon, telefonon több lehetőség van arra, hogy az ember regisztráljon. Erre azért van szükség, hogy előre tudjuk tervezni az infrastruktúrális szükségleteket. És a vizsgák, azok is elmaradnak? Nincsenek vizsgák, igen. Ez egy teljesen nyitott tanulási tér. Akkor jövök el, amikor érdekel a téma, addig maradok, ameddig jól érzem magam, és azt hívom el, akinek úgy gondolom, hogy szintén hasznos lehet az, amit itt tanul. Tehát szeretnénk egy olyan interaktív tanulási teret létrehozni, ahol egymástól tanulhatunk. Ha az ember időseket tanít, akkor nagyon sokszor tanul. Tehát ez egy teljesen kétirányú folyamat. Ez fontos lenne. Azért valamilyen oklevelet, vagy valami fajta elismerést kapnak, akik részt vesznek az akadémia oktatásain? Természetesen egy szemeszterben 7 előadásunk van. Aki legalább 6 előadáson részt vesz, elismerő oklevelet kap, illetve, hogyha valaki diplomával rendelkezik, és ezeket a fél éveket teljesíti, és szeretne esetleg egyetemi képzésben, az egyetem valamelyik karán hivatalosan is részt venni, akkor úgynevezett előtanulmányként, kreditként elismertethető ezek egy része a további felsőoktatási tanulmányokban is. Na, ez mindenképpen érdekes így. Rátérve a tanfolyamokra, az oktatásra, mi alapján választották ki a témaköröket, az oktatási anyagot, hogyan állt ez össze? Elsődleges szempontunk az volt, hogy az idősödő felnőttek számára érdekes témaköröket hozzunk. Nagyon sok közművelődési program különböző elvek alapján létrehoz programokat, és az jön el, aki erre érdeklődik. Mi úgy gondoltuk, hogy azokat a programokat, témákat helyezzük előtérbe, amelyek az idősödő, tehát 55-60-60 év fölötti lakosok számára lehetnek érdekesek. Felmérés volt ez ügyben? Igen, igényfelmérést végeztünk több nyugdíjas klubban, hát illetve van már nemzetközi és országos tapasztalatunk arról, hogy melyek az igazán közkedvelt témakörök. Az első fél év programját úgy igyekeztük összeállítani, hogy izgalmas legyen, de nyilván 1000 megoldási lehetőség van még, és várjuk az érdeklődők ötleteit, javaslatait, akár előadóként, résztvevőként. Tehát tényleg szeretnénk ezt abszolút rugalmas, nyitott tanulási térként értelmezni. Milyen egy 60 éves hallgató, mennyire motivált, mennyire ő, hogy is mondjam, tanul, készül, érdeklődik, kérdéseket tesz fel? A 60 éves sokszor aktívabb, mint a 20 éves. Sokszor motiváltabb, mint a 20 éves, mert tudja, mit szeretne, tudja, miért szeretné, és abszolút tudatosan van benne ebben a folyamatban. Egy fiatal felnőtt nem biztos. Sodródik az eseményekkel, majd lesz valami, még nem igazán tudom, mit szeretnék. A másik nagyon fontos tényező, hogy az idős ember már egyfajta távlatból tekint a saját életére, egyfajta összegzést tesz alkot a saját életével kapcsolatban, és ebbe bizony belefér a folyamatos tanulás épp úgy, mint egy fiatalabb felnőtt életében. Hogy mondjak el egy történetet, hát ha belefér, Pesten az egyik idős akadémián tanítottam, ismeretlenként, tehát korábban nem találkoztunk, és egy 72 éves úriember odajött hozzám az előadás előtt, hogy hát akkor most olvasta az interneten a cikkeimet, és azt kérdezné, hogy hát bár így lenne a nappal is hallgatóink körében, tisztelet a kivételnek, hogy előre érdeklődik, utána olvas, elgondolkodik a dolgon, és még mielőtt én bármit mondtam volna, már kérdései vannak a témával kapcsolatban. Hát ez nagyon jó. Még annyit, tényleg csak röviden egy mondatban, aki most lemaradt a regisztrációról, jelentkezésről, mikor lesz legközelebb alkalma? Folyamatosan lehet jönni. Tehát ez nagyon lényeges dolog, hogy itt nem zárjuk be a kapukat. Tehát aki az első előadáson nem volt, eljöhet a másodikra, aki a másodikon nem jó volt, eljöhet a harmadikra. Itt folyamatosan várjuk a jelentkezőket. Nyilván valamilyen fajta infrastruktúrális korlátát, terem, méret vannak, de nagyon szeretnénk bármilyen fajta új időpontban is érdeklődőket fogadni. Szépen köszönöm, hogy itt volt. Köszönöm én is.
Együtt éltünk, együtt élünk. Ez a címe a Pécs-Baranya megyei zsidóság történetét bemutató kiállításnak, melyet a holokauszt 70. évfordulója tiszteletére rendezett a Pécsi Zsidó Hitközség. A tárlat állandó kiállításként látható majd a zsinagóga megszokott nyitvatartási rendjében. A kiállítás megnyitó napján Hoppár Péter kulturális államtitkár is részt vett. Hogy az oktatás milyen fontos szerepet játszott mindig a zsidóság életében, és hogy a legfontosabb intézmény volt, ezért is kerülhetett egy tablóra azzal, ahol már a zsidó hitközségnek a történetét is fölvázoltunk, hogy Pécset már 1700-as évek Pécsben telepedtek zsidók, de azért az 1840-es években indul meg a hitközség szerveződése. Ez dr. Nagy Marianna, a PTLBTK újkor történeti tanszék egyetemi docense mondja, aki a kiállítás szakmai vezetője. Ezen a tárlaton különböző tematikus tablók, érintőképernyős készülékek, nagyképernyős televíziók, korhű dokumentumok, fényképek, családtörténeteken és személyes tárgyak bemutatásán keresztül elevenedik meg a helyi zsidóság történelme. A kiállítás anyagát három helyről sikerült begyűjteni. Egyrészt a hittestvérek családi dokumentumokat, tárgyakat adományoztak, mondja a Goldman Tamás. Másrészt megkértünk olyan szervezeteket ide, a Cvati Magyar Zsidó Múzeum, vagy a Centrópa, remélem nem hagyok ki senkit, tehát, hogy olyan múzeumokat, akiknek voltak anyagaik, magyar zsidó levéltár, tőlük kaptunk anyagokat, és hát a harmadik pedig egy ilyen gyűjtés volt, megpróbáltunk mindenkit megszólítani, aki ilyen anyagot tudott hozni, hogy adományozzon a kiállítás részére, úgyhogy például így kaptunk menórát, vagy így kaptunk egy olyan könyvet, amely a Wallenstein Zoltán rabbi fiájé volt, egy magyar latin könyv, héber latin könyv. A bemutató országos jelentőségét mutatja, hogy Magyarországon ez az egyetlen olyan zsidóság történeti kiállítás, amely egy város hitközségének történetét, a benne élők sorsfordulóit a 18. századi letelepedésüktől napjainkig bemutatja. A kiállított tablókon 1921-ig szép történelmi elemeket látunk az első szakaszban. Ekkor a törvényi hátterek is olyan módon módosultak Magyarországon és Pécsett is, hogy ténylegesen a városi közösség részévé válhatott a zsidóság. A jelenleg felújítás alatt álló zsinagógához pedig sok kultúr és művelődés történeti emlék kötődik. Ennek viszont turisztikai vonzata lehet a jövőben, mondja Hoppál Péter a megnyitó napján. Nagyon örülök annak, hogy Pécs városa vállalta azt, hogy a egyházi kulturális értékeket bemutatja, és ezzel színgazdagabbá tehetjük az itteni kulturális turizmus kínálatát. Így a Pécsi Zsidóság életmódját, történetét bemutató tárlat, amelynek természetesen része a vészkorszak, de nem csak erre az időszakra koncentrál, illetve a zsinagóga részbeni nagyon komoly felújítása, restaurálása, a Tóra szekrény környéke, illetve a magának az Opus 1-es Angster orgonának is a rendbetétele, ezek mind-mind a turizmust is és a kulturális értékeink megvédését is vetítik előre. A kiállítás az értékes Pécs kezdeményezés része, amelynek keretében a Pécs-Baranyai református hitélet, a szerb ortodoxia helyi jelentősége, valamint a középkori Pécsi Egyetem kerül bemutatásra önállóan, de szerves egységet alkotva. Sikkasztás büntette miatt emeltek vádat egy pécsi férfival szemben, aki a munkáltatója bevételét eljátszotta, adta hírül a Baranya megyei Pécsi járási ügyészség. A vádlott sofőrként dolgozott, a kiszállított áru ellenértékével naponta kellett elszámolnia. A vádlott az egyik pénteki bevétellel, 800.000 forinttal nem tudott elszámolni. Ezért munkáltatójának hétfőn azt állította, hogy a pénzt tőle ellopták, a későbbiek során azonban elismerte, hogy azt eljátszotta. A vádlott cselekménye sikkasztás büntettének a megállapítására alkalmas, melynek büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. A serdülő és a tini lány kosárlabda csapatoknak rendezik az idei PVSK női kosárlabda tornát. Ez lesz a harmadik, ami egyben Varga Ferenc emléktorna is. A klub korábbi szakosztályvezetőjére emlékezik ezen a hétvégén.
Gőzerővel készülnek a PVSK-s lányok, a serdülők Messler Balázs irányításával edzenek. A tét nagy, hiszen hétvégén a PVSK rendezi hagyományos felkészülési tornáját, ahová az ország legjobb korosztályos csapatait hívták meg. Sopronnal játszunk, Szekszárddal és Nagykanizsával. Sopron az elég nehéz ellenfél, de talán megbírkozunk vele, Nagykanizsa is. Hát, Szekszárddal talán. A tini korosztályban pedig a PVSK-n kívül a Szolnok, a Sopron és a Baja kosarasai lépnek pályára. A tornát harmadik éve a PVSK korábbi utánpótlás szakosztályvezetője Varga Ferenc emlékére rendezik. Az U15-ös csapatnak ez már sokadik felkészülési tornája, de hozzá kell tenni, hogy itt pont annál a U15-ös csapatunknál sokszor ugye betegség sérül, és már most a kezdeti időszakban is hátráltatta a munkát. Az U13-asok Iványi Dalma vezetésével ők múlt héten már Komlón szerepeltek, és bár ott mondjuk két vereséget szenvedtek, de hozzátartozik, hogy akikkel játszottak, ott mind a két csapatban idősebb játékosok szerepeltek, mint maga a korosztály. Tehát összességében én szerintem egy olyan szokásos, jó alapozásnak a végén vagyunk. Ugye most már két hete az iskola is elkezdődött, tehát most már beálltak a napi egy edzések. Ezzel a tornával is szeretnénk, hogy a felkészülésük még sikeresebb legyen. A Varga Ferenc emléktorna nyitó mérkőzését szombaton 9 óra 30 perctől a serdülő PVSK-sok a Szekszárd ellen játsszák. A megnyitó 14 órakor lesz. A torna vasárnap 15 óra 30 perckor ér véget a Gandhi Gimnázium sportcsarnokában. A PSN ZRT mind a 15 szakosztály bemutatkozott a Szent István téren péntek délután. A sportiskola edzői és versenyzői közreműködésével bárki kipróbálhatta többek között a tájfutást, az atlétikát és a tornát is. Az érdeklődő gyerekek és szüleik az edzés lehetőségekről is tájékoztatást kaptak, valamint a szakemberek szakmai segítséget is nyújtottak a sporttágválasztáshoz. A bemutatók szünetében az érdeklődők beszélgethettek az újdonsült ifjúsági olimpiai bajnok úszóval, Kenderesi Tamással, a junior csapat világbajnok Berta Dániellel, az aerobik világkupa győztes Bali Dániellel és a paraúszó olimpikonnal Meilinger Csabával is. Vízzavarosodás várható a pécsi belvárosban szeptember 25-én, írja közleményében a Tettye Forrása ZRT. A tájékoztatás szerint az ivóvízhálózat karbantartása miatt szeptember 25-én reggel 8 és 10 óra között átmeneti vízzavarosodás és nyomásos is fordulhat elő Pécset, a Klimó György utca, Rákóczi út, Irgalmasok útja, Széchenyi tér, Janus Pannonius, Esze Tamás utcák által határolt területen. A megszokott kiegyensúlyozott vízminőség rövid időn belül visszaáll. A Tettye Forrásház munkatársai javasolják az érintett ügyfeleknek, hogy a jelzett időszakban fordítsanak fokozott figyelmet vízfelhasználással működő háztartási gépeikre, ellenőrizzék a vizet. Híradónk végén főbb témáink még egyszer röviden. Felújítják a Dóri házat, önkéntesek és a Szemenfénye Alapítvány saját költségén tatarosz. Történeti kiállítás nyílt a zsinagógában, Hoppál Péter kultuszállamtitkár is tiszteletét tette. Tini és serdülő kosarasok a pályán, Varga Ferencre emlékeznek a PVSK-sok. Önök a Pécs TV híradóját látták, kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!